kedves ifjú pár, szülők, család, barátok, ismerősök, egy csodálatos pillanat érkezett el ennek a ifjú párnak az életében, de én hiszem, hogy mindazok, akik most itt vagytok jelen, kimondottan a közvetlen család, de a baráti társaság is, hiszen nem mindennapi alkalom az, ahogyan itt most együtt vagytok. Együtt az ifjú párral, eddig még soha meg nem élt alkalommal. Kedves vendégsereg, figyeljenek ide! Tudom, sokan kérdik, hogy egyáltalán kire. Hunyadvári József, mondom a nevemet, s Bőfénynek kértek fel ma itt engemet. Mielőtt azonban lányt kérnénk, kérem a vőlegényt, hogy búcsúzzál drága szüleitől és nagymamától egy-egy csokor virággal egyenként. Megköszönve nekik, amit érted tettek, hogy féltő, óvó szeretettel szabi eddig fölnevet. Tisztelt Nász nagy uram, köszöntelek ezen a csodás szép napon, és mivel van, hát emelem a kalapon. Üdvözölni téged és a tisztelt házat, beszédet intézni érzek én nagy vágyat. De ehhez mennyasszony kell, eladó most itten, ha hozol nekünk legalább egyet, hát éltessen az Isten. Próbálkozunk. Szerelem önöket is a házasságkötő terembe vezette, hogy a nyilvánosság előtt is hitelesítsék szilárd döntésüket, miszerint a jövőben közösen házastársként óhajtanak élni. A házasság tulajdonképpen két embernek a szerelméből és szeretetéből született kapcsolat, ami nem más, mint elfogadni a másikat társnak egy hosszú életre. Szíveiket most elárasztja a szeretet, az egymás iránti csodálat. Önök előtt kitárul a jövő, tele szebbnél szebb tervekkel. A mai döntésük is azt fejezi ki, hogy önök vállalják életük legnagyobb értelmét, a közös utat. A vágy, mely az életet gyönyörűséggel és örömmel szeretné megtölteni, átsegít a legbonyolultabb nehézségeken is. Mától ezek leküzdésére egymást segítve, egymást erősítve, immár ketten lesznek. Őrizzék meg bizalmukat és nyitottságukat. Ne feledjék, hogy legdrágább kincseiket bízták egymásra, szerelmüket, boldogságukat, reményeiket. Segítsék egymás vágyait megvalósítani, hiszen ezek mostantól már az önök közös vágyai. Hozzanak közös döntéseket és járjanak egymás kezébe. Egyikük boldogsága függ a másikétől, a családi harmónia a kölcsönös tisztelettől és megértéstől. Ez a mostani idő egy olyan csodálatos idő, egy olyan, mondhatjuk a Szentírás nyelvén, hogy kairoszi vagy kegyelmi idő, ami az Úristennek a jelenlétéről és ezáltal az ő ajándékáról és ígéretéről is szól. Arról, hogy ahogy eddig kísért benneteket, ahogy eddig külön-külön tudta, ismerte a ti életeteket a családjaitokban,
most ezután együtt veletek új családként akar majd tovább is együtt lenni. Legyen ez a házasság életük legnagyobb értéke, és védelmezzék, mint féltetlenségüket. Hosszú évekig élvezzék a közös élet szépségét, a közös élet megnyugtató boldogságát. Annak az előre nézésnek is, annak a jövőnek is az alkalma, amit majd ezután fog következni, ami még egyáltalán nem ismerős, sem a ti számotokra, sem családjaitok számára, de az Úristentől biztosított. Ezért egészen más az értéke ennek az ígéretnek és ajándéknak, amit az Úristen akar adni. Nem csupán jó kívánságként akar veletek lenni, hanem az ő különleges áldásával. Mert titok az, ahogyan az Úristen jelen volt az életetekben, amiről ha egy picikét visszatekintünk, akkor mindjárt felfedezhetünk. Ácsi, gyönyörű hajadon érkezett. El is állok az útban. Nehogy véletlenül, hogy erről van szó. Nehogy véletlenül az én kalapom takarja ki a fényességet, gyönyörűséget. Mennyasszony, látványát kérdezem csak után. Ő a szívet kiválasztotja, vagy nem? Megfelele partnernek, vagy az, meg még a dongó is rászáll. Nem, így állunk. Átosikám. Ez az utolsó esélyünk. Én csak egyébként választom. Akkor elviszem én ezt. Ásnagy úr, elnézést kérünk, de próbálkozunk még kereskedni, kutatni. This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen.
3-4 éve ismertétek egymást, hanem sokkal korábban, hiszen már az iskolából ismertétek egymást. Egészen másképp volt a ti egymásra találásotok. Ez a titok, hogy hogyan vezetett a szereteten keresztül egymáshoz az Úristen. Ami emberi szíveknek az egymásra találása, de emögött és e fölött ott volt az ő akarata. Hát ez is az ő csodálatos áldása és titka. De nem akar itt megállni, hanem azt mondja, hogy veletek fog lakni. Azért több, és azért ajándék. Az Úristen előtt való megállás, mert ez egy másfajta szövetségről szól. Nem csupán egy jogi aktus, hanem az Istennel és az egymással, férfi és nőként egymással megkötött szövetségeteknek a megáldása. Nem csupán érzelem, hogy egymás kezét fogjátok, hogy jól esik ez az érzés. A szeretet az azt jelenti, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen. Mert lesznek majd napok, amikor nem biztos, hogy éppen olyan jó, hogy a másik olyan, amilyen. De épp azért, mert szeretem, ezért elfogadom őt. Az egymás megismerése az egy egész életen át tartó folyamat. Nem csupán 1, 2, 3 vagy 30 évről szól, mert lehet, hogy talán 50 évről szól. És ebben, hogy a szeretetben megmaradjatok, nem mindig lesz könnyű, de hogyha tudjátok, hogy ott van az Úristen, akkor egészen másként tudjátok értékelni is a szeretetet. Nem csak elfogadni a másikat, hanem a szeretet türelmével tudtok egymás iránt lenni. Nem változtatás, hanem változás. Ahogyan egyre jobban megismeritek egymást a szeretetben, és egyre jobban rájöztök arra, hogy mi annak a csodálatos, felbecsülhetetlen pénzben, semmi másban ki nem fejezhető értéke, hogy az Úristen szerető áldása kísér benneteket. Hát ezért legyen a ti számotokra az előttetek álló házasság, családi élet útján ajándék ígéretnek és áldásnak az Úristen ígérete és szava, mert köztük lakom én, az Úr, az ő Istenük. Ezért én a törvény értelmében megkérdezem Fazekas Szabolcsot, hogy önszántából és minden kényszer nélkül köte házasságot Sebesi Enikő Csillával. Igen. Köszönöm szépen. Úgy szintén megkérdezem Sebesi Enikő Csillát, hogy önszántából és minden kényszer nélkül köte házasságot Fazekas Szabolcsal. Igen. Köszönöm szépen. A könnyeknek immáron legyen mostan vége. Induljunk most gyorsan a lányt kikérni végre, mert nincs is olyan messze Enikőjék háza, ott, ahol a mennyasszony a vőlegényét várja. Tisztelettel megvárjuk, ha be kell pakolni, meg hozzá szeretném még mondani, hogy a villanyvasaló, a hajsütővasaló húzzátok ki, a vizet zárjátok el, nehogy kár érje a házat. Köszönöm szépen!
Nem is kellett mondani, hogy tapsoljanak, aki látja az igazit. Békessége háznak, jó napot kívánok! Én itt a vőlegény követeként állok. Mert vőlegényünk Szabi arra adta szavát, hogy kérjem ki néki drága mennyasszonyát. Esküvőre vinné házasság céljából, csak erősen van ő most a szavaknak híjából. Ezért hát, amikor én te hozzád szólok, a tisztemből adódik, azt mondják, én vagyok a szónok. Drága mennyasszonyunk, hallgass most a szómra, és búcsúzd el kedves szüleiktől, eképpen szépen sorban. Drága édesanyám, ki ezerszer öleltél, anyai szíveddel mindig úgy szerettél. Köszönöm én néked az összes közös percet, könnyekkel küszködöm, és más mondja a verset. Drága édesapám, itt szeretek nagyon, a búcsúzást nálad és bízén másra hagyom, mert két szemem könnyektől homályos, hisz atyai jó szíved, értem lett most fájós. Megkérem a két szülői házad, hogy mától fogadják gyermeküknek a másikat. Megkérem először a mennyasszonyt, hogy legyen kedves odafáradni, de legényel nem foglalkozni. A szülőket és a nagymamát köszönteni. Ettől a pillanattól, ettől a naptól kezdve minden esztendőbe adja az Isten, hogy ünnepeljétek meg ezt a napot, a házasságotok napját. Nem kívánok mást, csak azt, kerüljön minden esztendőbe, ha nem tud. Egy szál virág annak az asszonynak a kezébe, akinek most számod ezt a csokrot, a szívednek számod a legszebbikébe, a mennyasszonyéba. Ehhez viszont el kell éljen. Szia! Látsz, hogy köszönöm! Én, Fazekas Szabolcs. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Egy örök igaz Isten. Hogy ezt a nőt. Hogy ezt a nőt. Akinek most Isten színe előtt. Akinek most Isten színe előtt. Kezét fogom. Kezét fogom. Szeretem. Szeretem. Szeretetből veszem el őt. Szeretetből veszem el őt. Isten törvénye szerint feleségül. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hitetlenül el nem hagyom. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segít. Isten engem úgy segít. Most pedig te is mondd, keresztjénő. Én. Én, Sebes Jenikő. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Egy örök igaz Isten. Hogy ezt a férfiút. Hogy ezt a férfiút. Akinek most Isten színe előtt. Akinek most Isten színe előtt. Kezén vagyok. Kezén vagyok. Szeretem. Szeretem. Szeretetből megyek hozzá. Szeretetből megyek hozzá. Isten törvénye szerint feleségül. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hitetlenül el nem hagyom. Hitetlenül el nem hagyom.
hanem teljes életemben. Hanem teljes életemben. Hűséges segítőtársa leszek. Hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segíteljen. Isten engem úgy segíteljen. Ezennel szabad döntésük alapján hozott akaratuk szerint önöket házastársakká nyilvánítom. Lehet tapsolni. Jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldjon meg benneteket és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szíved a jó napokban, és adjon végtelen türelmet a rossz napok idején. Áldjon meg benneteket házasságotokban és családi életetekben majd, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Today will be the day.